Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit, Lipták Péter vagyok, és mutatom, mit kínálunk a mai magazinban. Új vezető a gazdasági ellátó szervezet élén. Nyugdíjba vonult Füller Imre. Új elnöke lett a Völgységi Tájkutató Alapítványnak. Ismét megrendezik Bonyhádon a Bukovinai Találkozások Nemzetközi Folklor Fesztivált. Intézményvezetőváltás történt a Bonyhádi Gazdasági Ellátó Szervezet élén. A nyugdíjba vonuló Filcinger Emőke után Dani Beáta kapta meg a vezető feladatokkal járó posztot. A Bonyhádi Gazdasági Ellátó Szervezetét 1999. július 1-én alapították meg. A szervezet alapvető tevékenységei közé tartozik a Bonyhád közigazgatási területén működő közintézmények pénzügyi és gazdasági feladatainak ellátása. A GESZ megalakulása óta Lőrincné Dávid Mária, majd a most nyugdíjba vonuló Filcinger Emőke töltött be vezetői posztot, idén nyáron pedig Dani Beáta nyerte el az intézményvezetői feladatot. Május végén írta ki az önkormányzat az új vezetői pozícióra a pályázatot. A pályázati anyagot június 15-ig kellett benyújtanom, és utána történt ugye az elbírálás, amelynek eredményeként engem választottak meg a GESZ vezetői pozíciójára. 2014. szeptembere óta dolgozom a GESZ-nél. Kezdetben munkaügyi ügyintéző, illetve a tárgyi eszközökkel foglalkoztam. Utána egy picit elmentem szülési szabadságra. Egy 5 és fél éves kisfiú édesanyja vagyok, úgyhogy elsősorban családanya, és most már másodszorban vagyok vezető. És miután visszajöttem, akkor a költségvetési tervezések során muszáj volt részt vennem ezekben a tevékenységekben, ami a mi működésünk alapja, mert ugye szűkös korlátok közé vagyunk szorítva. Van egy éves előirányzatunk, aminek a keretein belül próbálunk működni. Ennek a tervezés ez mindig évelején történik meg, egy hosszabb időszakot fed le. Ezt az önkormányzat pénzügyi osztályvezetőjével együtt közösen kell megcsinálni, tehát vele szorosan együttműködve, illetve ami még nagyon fontos, hogy az intézmény vezetők őket is bevonjuk ebbe a munkába, mivel ők is úgymond fontos szerepet töltenek be abba, hogy egységként tudjunk együtt működni. A gazdasági ellátó szervezet fennhatósága alá számos intézmény tartozik, mint például Bonyhádi Sportcentrum, a Varázskapu Bölcsöde és Óvoda, a Gondozási Központ, a Művelődési Központ, a Völgységi Múzeum, a Védőnői Szolgálat vagy a Városi Könyvtár, illetve maga a GESZ is. Amit nagyon fontosnak tartok, hogy mind a fenntartóval, polgármesterasszonnyal, mind a jegyzőkkel, aljegyzőkkel, illetve a pénzügyi osztályvezetővel, és ami még nem utolsó szempont, hogy maga az intézményekkel, akiknek a gazdasági feladatait ellátjuk, azokkal nagyon szoros kapcsolatot építsek ki, mert hát nélkülük, ugye, tehát a kommunikáció nélkül a mi szakmánkban nehéz eligazodni, mert fél információ az a könyvelési területen kevés. Tehát teljes információ áramlása van szükség ahhoz, hogy a feladatainkat maradéktalanul pontosan el tudjuk végezni, és megbízható adatokat tudjunk továbbítani a fenntartó felé. Dani Beáta azt is hozzátette, hogy bár ez az új pozíció hatalmas felelősséggel jár, de egyben kihívás is számára, és reméli, hogy az elődei által lefektetett alapokra tovább tud majd építkezni. Füller Imrét az elmúlt több mint 2 évtizedben a Magyar Tarkatenyésztők Egyesületének ügyvezető igazgatójaként ismerhette az egész ország. Most nyugdíjba vonul, de elmondása szerint nyugodt szívvel hagyja munkatársaira és utódjára a szervezetet. Ha tehén, akkor magyar tarka, így gondolta ezt Füller Imre is, a Magyar Tarka Tenyésztők Egyesületének ügyvezető igazgatója. Elmondta, egész eddigi életét végig kísérte ez a hazánkban őshonos szarvasmarha fajta. Ugye én egy 4 generációs családban nőttem föl, és a dédnagyapám pici gyerekkoromban állandóan, ugye mindenki ment dolgozni
hölgyek a földekre, többiek pedig vagy a TSZ-be, vagy édesapám az maszekács volt, tehát akkoriban így mondták, hogy maszek, nem magánvállalkozó, és akkor déd nagyapámmal voltam nagyon sokat együtt, ő megcipelt engem mindig a tehenek közé, aztán megszerettem a magyar tarka teheneinket, és aztán valahogy így alakult a sorsom, hogy az egyetem után is mindjárt tarkatenyészetbe kerültem, aztán ugye váltáskor ismét ide Bonyhádra megint tarkatenyészetbe, és aztán onnét pedig kérték, hogy legyek az egyesület ügyvezetője, és azt csináltam 22 évig. Munkaviszonyom az 42 év, a jogviszonyom az, amiben ugye benne van az 5 év egyetem is, az 47, és ebből mind a 42 év magyar tarkatenyésztéssel összefüggő munkahelyen folyt. Először húsmarhába 5 évet, aztán itt Bonyhádon 16 évet, és aztán az egyesület élén közel 22 évet, mint ügyvezető igazgató. Elmondta azt is, hogy milyen fejlődésen ment keresztül az egyesület az elmúlt 22 évben. Nagyon sok minden történt ez alatt a 22 év alatt. Hát mikor elindítottuk az egyesületet, illetve ügyvezető lettem 22 évvel ezelőtt, akkor olyan 320-40 körüli taglétszámunk volt, most ez durván 1300. Akkor ilyen 7-8-9 ezer tehén tartozott az egyesülethez, most 30 ezer. Tehát az egyesület folyamatosan növekedett, és folyamatosan egyre több mindent csináltunk. Most már ugye a legmodernebb dolognál tartunk, a genomikai tenyészértékbecslésnél, ami egy csoda dolog, hiszen hogyha egy embrióból vagy egy borjúból egy DNS mintát küldünk Csehországba a laborba, ahol ugye szekvenálják, akkor a tenyészérték becslő szervezet ebből meg tudja mondani Németországba, ugye, akikhez csatlakoztunk, hogy ennek a borjúnak mit ér majd a bőre, ha megnő, vagyis hogy vélhetően mennyi tejet fog termelni, milyen hizékony lesz, milyenek lesznek a fitness tulajdonságai, tehát egy gyakorlatilag egy kész csoda. Úgyhogy most ez működik, illetve hát ugye indult el, tehát a kollégáim természetesen majd ezt folytatják. Teljes mértékben elengedhetetlen, mert ugye miért költsünk nagyon sok pénzt arra a jószágra, amelyik nagyon keveset fog termelni, és majd akkor derül ki róla, amikor megellett és elkezdett tejet termelni, hogy tulajdonképpen nem volt értelme fölnevelni és sok pénzt rákölteni, az akkor már elmehet hízóba és vágóba, nem pedig fölneveltük nagyon sok pénzért, megellettük, elkezdtük fejni, és kiderült, hogy se lejt, tehát mégse tudjuk hasznosítani arra, amire szeretnénk, mert nem arra való, hanem a fazékba. Az azóta Bonyhád ikonikus eseményének számító Tarka Marha Fesztivál elindításának is aktív részese volt. 24 évvel ezelőtt megszűntek az állattenyésztők és az állatorvosok közötti találkozások. Ugye az Átkosban voltak ilyen rendezvények, hogy állattenyésztők, állatorvosok találkoztak, és akkor megbeszélték a különböző problémákat, előadásokat tartottak. Aztán szóltak a kollégák, hogy ez nagyon hiányzik. És én akkor itt dolgoztam még a Pannoniába, a főállattenyésztő voltam, és valamiért pont kint voltam Kakasdon, amikor megérkezett Kiszler főorvos úr, aki a Vágóhídnak a húsvizsgálatát is csinált. Ugye, mi a helyzet, fiúk? Mondjuk beszélgetünk róla, hogy hiányoznak ezek a találkozások. Azt mondja, hát nem beszélgetni kell róla, szervezzük meg. Mondjuk oké. És akkor megszerveztük az első állattenyésztés és állategészségügyi tanácskozást, aztán rá 3 évre, hogy Bonyhádnak is kellene valamilyen nagyobb rendezvény, hát mi is legyen ez, ugye végül is a Percelek által a bonyhádi piros tarka tájfajta is híresítette Bonyhádot, hát akkor legyen Tarka Marha Fesztivál, és akkor indult el a szervezése. Csak most 2 év kimaradt, ezért pont az idei év lesz a 20. Ezt 2022-ben augusztus 12-én és 13-án rendezik meg a Völcsék fővárosában. A volt ügyvezető elárulta, amellett, hogy nagyon szerette a munkáját, várta már, hogy nyugdíjba vonuljon. Nem engedem el, a kollégák azért azt mondták, hogy számítanak a segítségemre, meg erre a kvázi 42 év tapasztalatra.
segítek is nekik. Én elmondtam, hogy én nyugdíjba vonulok ténylegesen, de bármi gondjuk van, vagy kérdésük van, nyugodtan szólhatnak, segítségkel jövök, segítek. Egyébként meg van egy szép kertem, egy szőlőm, meg egy erdőm, úgyhogy azt fogom művelni. Ugye a bioszolárium az majd ott hatni fog, és én remélem, hogy jól fognak majd telni a napjaim. Bonyolult lett a világ, és azért 65 éves fejjel az ember már nem úgy gondolkodik, mint 50 éves fejjel, vagy 45 éves fejjel. Tehát akkor én még 20 fele gondolkodtam egyszerre, most már csak 10 fele tudok, és úgy gondoltam, hogy hát inkább csinálják akkor tovább a fiatalok, én visszavonulok. Úgy gondolom, hogy tudnia kell minden embernek azt, hogyha elérte a nyugdíj korhatárt, hogy nyugdíjba vonulhat, hogy vannak mögötte olyanok, akik ezt tudják folytatni, és szívesen is folytatják, nem kell az útjukba állni, hagyni kell, hadd folytassák, és vissza kell vonulni. Nyilván nem úgy, hogy én most bezárok minden kaput, és egy szót se szólok senkinek, hanem ha szükség van rám, jövök, csinálom, elmondom, de útjában nem akarok lenni senkinek. Olyan kollégáim voltak, Kovács Mester Házi Zoltán, aki az új ügyvezető igazgató, nagyon-nagyon nyugodt szívvel hagyom rájuk az egyesületet. Tudom, hogy jó kezekben van. A hagyományoknak megfelelően a Bonyhádi Völgységi Múzeum jelenlegi igazgatója, Farkas Gergő látja el mostantól a Völgységi Tájkutató Alapítvány elnöki teendőit. Az alapítvány jelentős segítséget tud nyújtani a jövőben a múzeum mindennapi működésében és tevékenységeiben. A Völgységi Tájkutató Alapítványt 1992-ben hozta létre Bonyhád város önkormányzata a Völgységi Múzeum támogatására, azzal a céllal, hogy a múzeum mindennapi működését segítse, illetve a mindennapi tevékenységeit kiegészítse. Az eddigi elnök nyugdíjba vonulását követően Farkas Gergő a múzeum jelenlegi igazgatója vette át az elnöki szerepkört. Most mi múzeumként egy csomó mindent végezhetünk, viszont például egy múzeumi boltot, vagy a saját termékeinket nem árulhatjuk, illetve most pont gyermektáborokra készülünk, ezek kezdődnek a következő 2 hétben, illetve majd később ősszel. Ebben például nagy segítséget tud nyújtani nekünk az alapítvány, egy csomó mindenre azon keresztül tudunk pályázni, egy csomó forrást azon keresztül tudunk lehívni, és így még egy kicsit gazdagabbá tudjuk tenni a múzeumnak a működését. Az alapítvány a Völgységi térség történetét és néprajzi hagyatékát gyűjti össze, illetve ebben nyújt segítséget a múzeumnak. De ahogy más közintézményeknél is szokás, egy alapítványnak az a kimondott célja, és ez az alapító okiratában is rögzítve van, hogy az anya intézményének a tevékenységét segítse, és ez jelen esetben a Völgységi Múzeum. Eddig is volt egy együttműködés, amit bízunk benne, hogy a jövőben még szorosabbra tudunk vonni. Mindig egy hagyománya volt annak, hogy a múzeum igazgatója legyen a Völgységi Tájkutató Alapítvány elnöke, tehát itt tulajdonképpen folytattuk a korábbi felállást, hogy a múzeum mindenkori igazgatója legyen az alapítványnak az elnöke. Farkas Gergő a jövőbeni tervekről is beszélt. Ezek, hogy a múzeum tevékenységét alátámasztjuk az alapítvánnyal, hogy igyekezzünk még színvonalasabb programokat szervezni, ugye mi egy rendkívül kis intézmény vagyunk, ezért erőn felül igyekszünk teljesíteni, és ebben egy alapítvány az egy hatalmas segítséget fog jelenteni. Egy alapítvány képes olyan pályázatokat igénybe venni, vagy olyan forrásokat lehívni, amit egy múzeum közintézményként nem. Ebben egy mindenképp egy értékes kiegészítés, illetve a múzeumi boltunkat kizárólag alapítványon keresztül üzemeltethetjük. Tehát ebben pedig egy megkerülhetetlen forma az, hogy létezzen egy alapítvány. A nyári vakáció alatt gyermektáborokat is szerveznek a múzeum dolgozói. Hát most 2 gyermektábor tervezünk a 10 és 14 éves korosztály számára. Igyekeztünk egy elég gazdag programot összeállítani. Tehát meglátogatjuk Mecseknádasdot, Závodot, Lengyelt, Pécset. Az eredeti tervek szerint Paksra, illetve Szászvárra is kimentünk volna. Ez majd egy következő tábornak a programja lesz. Meg fogjuk látogatni a radioaktív hulladékkezelőt, aminek van egy rendkívül érdekes interaktív foglalkoztatója. Pécset ugye a Zsolnai negyedben különféle szimulációkat, kulturális eseményeket, VR szobát fogunk meglátogatni, Lengyelen Annafürdő, a Völgységnek, illetve a Völgység határán lévő természeti értékeknek a bemutatása a cél, Mecseknádasdon a Német Nemzetiségű Önkormányzat, illetve a mecseknádasdi közösségnek az élete, mint mégiscsak a Völgység egyik széle, a Kelet-Mecsek határa. Tehát én bízok benne, hogy egy rendkívül gazdag és sokrétű programot
tudunk adni a gyermekeknek, illetve mellett természetesen foglalkozásokat tartunk itt a múzeumban is. Körbejárjuk Bonyhádnak az értékeit, igyekszünk felhívni a figyelmet arra, hogy mi az, amiről érdemes tudni, mi az, amit érdemes megőrizni. A tábor két turnusban kerül megrendezésre a szünidő alatt, ami körülbelül 30 gyerek számára biztosít majd érdekes kikapcsolódást. Két évszünet után ismét megrendezik Bonyhádon a Bukovinai Találkozások Nemzetközi Folklore Fesztivált, amelyen augusztus 5-től 7-ig az anyaországból és a határokon túlról érkező székely hagyományőrző együttesek mellett lengyel és román csoportok lépnek fel. Újra megrendezik Bonyhádon a Bukovinai Találkozások Nemzetközi Folklore Fesztivált. Az esemény 2020-ban és 2021-ben a koronavírus járvány miatt elmaradt. A mostani 33. találkozóra közel 30 együttes érkezik, mondta Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke. Igaz, egy picit fokhíjas lesz, hiszen a külföldi csoportokból ugye az ukránok nem tudnak részt venni, de viszont a nagyon sok külhoni csoport jelentkezett, így az aldunai részről, például Pancsova, Ertelendi falva, Székelykeve, valamint Erdélyből, Madi falva, Déva, Csernekeresztől. Úgyhogy örülünk neki, hogy végre együtt lehetünk, és hát bízom benne, hogy tartalmas programunk lesz. Augusztus 5-6-7-e, ugye ez háromnapos program végül is. A pénteki nap, tehát az első alkalom, ugye az 5-e, akkor 5 órakor lesz a megnyitó a Bonyhádi Művelődési Házba, amelyre szeretettel várunk mindenkit, illetve az egész programunkra, ahol tulajdonképpen a szokásos módon van ugye egy megnyitó, majd azt követi egy kis műsor a színpadon. Ugye a műsor keretén belül fogjuk átadni a szólóének versenyünk volt nemrégiben, úgymond, de online módon lett megrendezve, és annak a díj átadása is most ilyen ünnepélyes keretek között fogjuk átadni. Úgyhogy ez a pénteki programunk, valamint ugye nem mondtam, de 23 hazai tagegyesület is részt vett a programon, úgyhogy elég szép számmal leszünk már így a csoportok. A szombati nap 4 órakor indul a menettánc, illetve felvonulás, ami a percekertből indul, mégpedig a könyvtártól, és tart a templomig. Hát minden évben, legalábbis amikor meg volt rendezve, az nagyon szép forgatag, úgyhogy bízom benne, hogy az idei évben is hasonlóan jó időnk lesz, tehát nem fogja zavarni semmi. A program majd a rendezvénytéren fog folytatódni egy színpadi műsorral. Általában elég hosszú szokott lenni bele az éjszakába, hát most bízom benne, hogy sikerül betartatni az időket, az időkereteket minden csoportnak, és így 9 órára terveznénk, hogy akkor befejeződne a színpadi műsor, illetve azt követően viszont egy mulatság venni kezdetét, ami tartana éjfélig. Hát egy kis kirakodó jellege is van a dolognak, hiszen várunk, illetve jelentkeztek már kézművesek, ugye, akik tulajdonképpen a portékájukat fogják árulni, illetve hát van lehetősége az étkezésre is, vacsorára. Úgyhogy oda is bízom benne, hogy sokan megéheznek, aztán ott lesznek. Én úgy gondolom, hogy szép kis program lesz, aki ellátogat, az biztos megtalálja a maga szórakozását. Én azt is látom, hogy igénylik a csoportok, hiszen, ahogy mondtam, rég nem találkoztak ilyen formán, és így biztos, hogy tartalmas lesz számukra is ez a részvétel. A külhoni csoportok szép számmal vesznek részt a rendezvényen. Aldunáról, tehát például Csernek, illetve Székelykeve, Ertelendi falva, illetve Pancsováról, erről a helyről, illetve három helyről jelezték, hogy részt vesznek. Valamint ugye erdélyi részről, ott viszont Madi falva fog jönni, illetve Csernekeresztül, Déva és Maros Ludas
Tehát ez a négy helyről, helyiségből jelezték, hogy részt vesznek a programon. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy teljes is a kör, hogy mert körülbelül ennyi tagegyesületünk van külföldön, illetve most már külföldön. Az eseményt, amelyen a sok nemzetiségű Bukovinából a 20. században elszármazott népcsoportok hagyományőrzői találkoznak, 1990 óta rendezik meg minden alkalommal több helyszínen. Kovászki az ötletgazda, ugye, aki kitalálta végül is. Itt az volt a cél az egészben, hogy valamikor együtt élő népek, hiszen a bukovin székelyek tulajdonképpen Bukovinába együtt éltek ezekkel a népcsoportokkal, tehát ott lengyelek, románok, ukránok, ugye a határok ugyan sokszor változtak, de ezek részt zsidók, tehát azért elég szép szám és több nemzetiségű terület volt. És hát gondolva arra, hiszen őket is, mind a bukovin székelyeket tulajdonképpen Lengyelországban lettek letelepítve, így gondolva arra, hogy ezeket a népeket összevonva csinál egy ilyen programot. Én úgy gondolom, hogy a lényege talán az egésznek, hogy azokat tehát a program keretén belül, akár egy arató fesztivál, csak úgy mondok egy, vagy a téli ünnepkörhöz kapcsolódó szokásokat. Tehát itt én azt látom, hogy annak van értelme, amikor be tudjuk mutatni mi a magunkét, és meglátva azt, hogy mi az, ami egymásra, végülis az együttélés folytán tulajdonképpen egymásra rakódott, illetve mit tanultunk, illetve milyen értékek vannak, amelyeket mi csinálunk, illetve milyen, amit ők csinálnak ehhez a konkrét programhoz. Úgyhogy én úgy gondolom, hogyha mindenképpen kulturális, tehát hagyományőrző a jellege, tehát egyértelműen nem más indítatás, és hát hála jó Istennek azért így is állnak a csoportok, hiszen mind hagyományőrző csoportok, akik részt vesznek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!